A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Szép jó napot, jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazzy, 4:15-3 perccel Ács Gáborral. És Gede Balázsra. És azokkal az üzenetekkel, amiket kaptunk, hát én nem szerintem szivat a hallgató, én nekem egy ilyen érzés, hogy elindultunk egy olyan, olyan úton, hogy bankkártya, aztán bankkártya a telefonba, a telefonból az órába, mert megírja, hogy okos óra sem kell, műkörömre is vannak megoldások. Ja, igen. Igen, kaptunk egy ilyet a 0630-2010-909-re. Meg azért tudjuk, hogy hova, tehát hogy a csipeket hova ültettek be az emberben, ugye? Ja, persze. Tehát, csak kérdés, melyik testrészünket kell csak ott használnunk, tehát igazából nem szükséges semmi okos eszköz már ahhoz, ugyebár. Azt mondja, hogy a legjobb, amikor megyek a strandon és inni akarok egy sört, pitty az órával, és már iszom is. Így van. Legrosszabb, amikor a hétvesélyem odajön, hogy kér egy fagyit. Mondom, nincs rám pénz, mire ő? De ott van az órád. Na gyere, te büdös kölyök, kapsz egy hatalmas adagot. Hát igen, ez ilyen. Neki hamar lesz már, igen. Igen, így van. Na, ezeket kaptuk, és most jöjjön a mesél a múlt. Ugye Clark Ádám és Verne Gyula után mi sem lenne meglepőbb, no, a magyar érintettséggel nem rendelkezik, de miután Kántor Endre tovább fordította mai alanyunknak a nevét, úgyhogy mindenképpen elsütném, hogy Tököli Károllyal fogunk foglalkozni. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Akinek esetleg a tükörfordítás így egy az egyben nem jön le, Charles Dickensről van szó, 210 évvel ezelőtt született, és Katona Csaba történésszel természetesen beszélünk az ő életéről. Szia, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok! Nagyon szép fordítás, ez nagyon szép, azt kell mondjam. Tököli Imre fejedre, mi büszke lenne rá. Igen. Nos, egy elég termékeny, ám bár nem túl hosszú. Minden értelemben, úgy értetted? Vagy, egyébként hogy... minden értelemben, tényleg, igen, nem csak a regényeit, hanem a gyermekek számát tekintve is. Így számon tartott gyermekek, igen, ahol igen. Tudjuk. Így van. Szóval hát honnan indult ez a pálya és ez az élet? Hát nem volt, hogy finoman fogalmazva, kikövezve az ő útja olyan értelemben, hogy ünnepelt író legyen, hanem hát ezt úgymond kivitta magának, ugye, amint beszéltünk róla, de nagyon fontos elem, hogy megint abba kapaszkodunk, hogy mikor született 1812. február 7-én, és Portsmouthban látta meg a napvilágot Charles Dickens, és éppenséggel nem lehet azt mondani, hogy egy tipikus értelmiségi családba született volna, mert az édesapja, akit Johnnak hívtak, a tengerészeti hivatalnak a tisztviselője volt. És ez abszolút nem predisztinálta volna őt egy értelmiségi pályára, bár azt tudjuk, hogy a 19. század polgárosodásának ugye egyik úgymond óriási előremutató vívmánya volt, hogy egy-két generáció alatt nagyot lehetett előre lépni az értelmiségi pályán. Ezzel együtt itt biztos, hogy kellett ezért egy erős késztetés ahhoz, hogy ő belecsapjon abba, hogy író legyen, de ebbe a körülmények is belejátszottak. Azt történt ugyanis, hogy az édesapja az meglehetősen felelőtlenül gazdálkodott az egyébként meglehetősen tisztes jövedelmével, aminek az volt a következménye, hogy egyre nehezebb anyagi helyzetbe sodródott a család, ráadásul ilyen folyamatos költözések is kísérték ezt az anyagi süllyedést. Ennek később egyébként volt egy pozitív visszacsatolása a Charles Dickens életében, mert amikor Chatham és Rochester környékén élt, akkor észrevett egy házat, egy régi udvarházat, úgy hívták, hogy Getz Hill, és ez állítólag még annak királynő idejéből maradt fönt, és ez rendkívüli módon megihlette az ő fantáziáját, és állítólag saját elmondása szerint már akkor a fejébe vette, hogy egyszer meg fogja vásárolni, de ez 3 évtized múlva meg is tette.
Tehát ez egy elég pozitív visszacsatolásra lehet ilyet mondani. Na de hát ugye el kellett jutni, hogy meg tudja vásárolni ezt a házat. A következő a helyzet, hogy bekövetkezett egy komoly törés Charles Dickens életében, és az édesapja egész egyszerűen addig-addig játszott a pénzekkel a költekező életmódja miatt, hogy az adósok börtönébe került. És ez megrendítette a család eddig is mondjuk úgy ingatag lábakon álló anyagi helyzetét. Ugye forró dolog, ez nemrég beszéltünk Szatmári Pap Károlyról, aki az édesapja szikkasztott, majd öngyilkos lett. Hát itt öngyilkosság nem következett be, de az adósok börtöne az igen. Na most ennek viszont az is a következménye lett, hogy a kor szokásai szerint az adósok börtönébe nem csak John Dickens zárták be, hanem hát a család több tagját is. Ez a korban bevett dolog volt. Ugye ma már ezt nehéz elképzelni. Így esett, hogy az ifjú Charles Dickens, hát idézőjel, de börtönviselt ember lett. Nagyon-nagyon fiatalon, 10 évesen. Tehát a 10 éves gyereket bezárták az apával együtt. Igen. És ez volt a biztosíték ugye arra, hogy annak révén, hogy a család több tagja ott van, a többiek valahogy megpróbálják törleszteni az adósságot. Nyersen fogalmazva a túlszedés analógiája. Körülbelül igen. És a minél kisebbeket zárták be, hogy a nagyobbak tudjanak dolgozni ezek szerint? Nyilván, igen, mert ugye a 6, meg a 8, meg a 10 éves az nem tud pénzt keresni. Aha, ellenben zsarolási potenciált jelentenek. Így van, pontosan, viszont az idősebbeket, az édesanyát, az évükön lehet motiválni, örök kiszabaduljon. Én nagyon cinikus vagyok, még az is megfordul a fejemből, lehetséges, hogy John Dickens feleségét önmagában azzal, hogy John Dickens kiszabadítsa, nem lehetett volna motiválni. Igen, ez előfordul. De az anyai szív. Igen, értem. Na minden esetre ő ide került, és hát 12 évesen megismerkedni az adósok börtönével, az nem egy nagy élmény. Ráadásul az édesanya, miután megszerezte a megfelelő összeget, hogy kiszabadítsa a gyermekeit, úgy ítélte meg, hogy hát nem ártana, ha a gyerekek hozzájárulnának az anyagi stabilitáshoz. És a férjét bent hagyta, bocsánat, tehát a gyerekeket kihozta, a férjét bent hagyta? Ne, őt is kihozták. Együtt van, jó. Igen, tehát végül sikerült úgymond a családot egyesíteni, family reunion megvolt. Viszont a kis Dickens, hát mert ugye ezzel még nem állt helyre az anyagi helyzetük, hogy finom legyek, de a kis Dickens 12 évesen arra kényszerült, hogy egy tipőpaszt a gyárba dolgozzon, hát nem ez volt az álmai munkája. És miután némiképpen stabilizálódott az anyagi helyzetük, édesanyja úgy ítélte meg, hogy jót tesz a gyereknek a munka, és egy darabig még benhagyta cipőpaszt a gyárba dolgozni. Ez viszont nagyon-nagyon megviselte a kis Charles Dickens lelkét. Szélsőséges megközelítések szerint ez vitte el oda, hogy egyáltalán minden nőnemű lényel szemben roppant bizalmatlan volt ezt követően. Mert hogy ez nagyon rosszul esett az édesanyjától, hogy őt nem szabadította ki innen. És meg is határozta ez az édesanyjával való kapcsolatát. Ami viszont biztos, hogy ezzel együtt mégiscsak tovább tanulhatott kiszabadulván ebből a gyárból, mert hát nem a cipőpaszt a gyárba öregedett meg. És végül is, miután a Wellington House Academy-ben tanult egy pár évig, ügyvédi irodában helyezkedett el. Itt viszont egy nagyon hasznos tudásra tett szert, megtanult gyorsírni. Tehát így kézzel. Ami ugye abban az időben, amikor nincs írógép, roppant hasznos dolog tud lenni, ha az ember azzal keresi a kenyerét, hogy ír. Hát ez nagyon megkönnyítette az ő későbbi dolgát. És aztán lassan, de biztosan elkezdett különféle szerkesztőségekbe dolgozni, és így jelent meg álnéven, ha nem is Tököli Károly álnéven, de Charles Boz, magyarul Boz Károly álnéven, az első olyan írás, ami sikert hozott számára, ez a Sketches by Boz, Boz vázlatai, ami tulajdonképpen a London éjszakai világának, a szegény negyedeknek, a lumpen negyedeknek az életét jelenítette meg, és ez folytatásokban jelent meg. És imádták az olvasók. És innen viszonylag egyenes út vezetett abba az irányba, hogy hát kapjon lehetőséget egy saját munkának a megírására, és ez lett a Pickwick Club. Az első ismert munkája, ami tényleg egy áttörő sikert hozott, és hát mindenki tudta, hogy ő van mögötte. Gondoljunk bele, 20-valahány éves, mélyről indul, és jönnek a sikerek. És azt hozzá kell tenni, hogy a sikerek mögött az is ott rejtezett, hogy ezek a regények, amiket mi nagy vaskos kötetekként látunk a polcokon, ezek ebben az időben, és még ez a 19. század második felében így volt, sőt a 20. század elején sokáig, ezek folytatásokban jelentek meg. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy bejön a kedves olvasó, lekapja a 600 oldalas regényt, és neki áll, mert akkor is az úgy hatott az emberek egy részére, mint ma, hogy visszahőkölünk, úristen, hát milyen vastag ez. Hanem folytatásokban jelent meg, és bocsánat a frivol hasonlatért, de pont azt a szerepet töltötte be a folytatásos regény hetente megjelenő újság esetében, mint ma a szappanoperák. Hát képzeljük azt, hogy megveszem a hétvégi újságot, és izgatottan lapozom, igen, hogy mi a folytatás. Szerintem tökéletesen érthető, miről van szó. És egyébként ez is érthetővé is teszi azt, hogy miért volt jóval több olyan ember akkoriban, aki a nagy regényeket ismerte, mert hát így falatonként vették magukhoz, és nem nagy egészében. És ilyen értelemben például a Pickwick Club abszolút ebbe az irányba vitte mindent. Vannak ilyen anekdoták egyébként ebből az időből, hogy az újságok például a szerzőikkel hogyan tusakodtak. Volt olyan, hogy megállapodtak velük, hogy mondatonként kapnak pénzt,
és akkor ilyen párbeszédek születtek. Nos, gondolkodom, de mégis, várjom. Akkor a szerkesztők belátták, hogy nem mondatonként kéne fizetni, hanem betűnként. Erre volt olyan író állítólag az idősebb Dumá, aki beiktatott a teleregénybe két dadogó szereplőt. Nagyon ügyes. Ennek nyomán visszatértek a mondatonkénti fizetéshez, mire rájuk omlott egy épület, és mindenketten meghaltak. Tehát a legnagyobb trükk, ha bocsánat, hogy picit elkolondozunk, de talán megér ennyit, az a Mikszáth Kálmánhoz fűződő anekdota. Noszti fiú esete Tóth Marival, szóltak neki talán az 50. folytatás után, van egy kis baj. Mi? Kérdezett vissza, mert hát vasárnapi újságban jelent a folytatásokban, és mondták, hogy a cím, de mi a baj ezzel? Hát, hogy imádják az olvasók, de se Tóth Mari nincs benne, se pedig Noszti fiú. Ja, csak ez a baj, és beleírta őket. No, hát van nagyjából Dickens is ezen az úton haladt, és aztán tudjuk ugye, hogy hát sikeres regények tömegét tette le az asztalra. Én ezek közül most kettőt emelnék ki. Az egyik a Twist Oliver. A Twist Oliver pedig azért, mert ez volt az első... Mert kihagyhatatlan, igen. Hát minden, mert valójában több is, ugye a Szép remények, a Copperfield Dávid, tehát most a magyar címeket idézem, ugye. A Twist Oliver azért volt irodalomtörténeti jelentőségű túl azon, hogy valóban egy nagy regényről beszélünk, hogy először helyezett a története főszereplébe egy gyermeket, aki tehát nem háttérszereplő, nem valakinek a fia, hanem a főhős, ugye ő a regénynek a vezérfonala. A másik, amit mindenképp megemlítenék, azt gondolom, hogy ebben semmi meglepetés nem lesz, ez a Karácsonyi ének. Igen. Amit ugye, hát most is minden karácsonykor nem csak Kevinről szól a karácsony, hanem azért ebben nézve Scrooge-ról is, és a jövendő, meg a jelen, meg a múltkorbeli karácsonyok szelleméről is. Na ez a munkája, ez például egy olyan hatást is gyakorolt a polgári társadalmakra, a lassan vallástalanodás felé induló polgári társadalmakra, hogy úgymond visszahozta a placra a karácsonyt, mint polgári szokásrendet. Aha. Tehát ugye, ahogy veszített lassan, de biztosan a vallásos tartalmából a karácsony, közben bővült egy újabb jelentéstartalommal, ez ugye a szeretet ünnepe, a családi ünnepe, az együttlét ünnepe, és ebben az angol száz világban, ez alatt az Egyesült Államokat is értem, óriási szerepe volt Dickensnek. És hát, hogy mondjak egy vicces dolgot ezzel kapcsolatban. Nagyon, ha 1843-ban jelent meg ez a regénye, tehát épp, hogy elmúlt 30 éves, de az igazi játék, hogy ez nagyon hamar megjelent magyarul 1846-ban, idézem a címlapját. Karácson éj, kísértetes beszély, írta Dickens Boszk Károly, angolból fordította Nagy Péter, hét hőmetszetter, Kolozsvárt, 1846, Tils János sajátja, Pesten Heckenász G. bizománya. Hát, hogy ki Heckenász G., azt úgyis tudjuk. Igen. Ugye, bár ide az van írva, hogy Heckenász G. pont, de szerintem ő Gusztáv. Egyre jobb. Ne keressünk más értelmezést. Igen. Na, beszéltünk arról, hogy mennyire termékeny volt. Termékeny író volt, ugye? Valóban termékeny író volt, megházasodott, és az a helyzet, hogy ez a házasság, Catherine Thompson Hogarttal kötött házassága 10 gyermeket adott a párnak 15 év alatt. Megpróbáltam elképzelni a hölgy életét. Hát igen. Amit egyébként Dickens nem hálált meg, mert ugyan nem vált el tőle, de a 10 gyermek megszületése után beleszeretett egy nála jelentősen fiatalabb 18 éves hölgybe, és hát külön költöztek. De a vállást nem vállalta. A gyermekeit tekintve egyébként egy érdekesség, hogy előszeretettel nevezte el a kedvenc íróiról a gyermekeket, nem mindegyiket, de például volt ilyen nevű gyermeke, hogy Alfred Dorsey Tennyson Dickens. És ugye itt Alfred Tennyson neve köszön vissza. Vagy Henry Fielding Dickens. Tehát innentől kezdve lehet modellezni egy Jókai Mór Dickenst is, de hát ez nem történt meg. Pedig akár lehetett volna. De minden esetre eljutott oda, függetlenül attól a vállástól, meg a botránytól, meg mindentől, igazából egy roppant sikeres író lett belőle, és hát a regények egymás után haradtak valóban osztatlan sikert. Azzal együtt, hogy miután ugye különvált a feleségétől 1858-ban, hát ez némiképp az ő hírnevét is egyfelől úgymond beárnyékolta, de másfelől meg még népszerűbbé tette, mert ugye a pletyka az pletyka, azzal el lehet adni dolgokat. És aztán az élete az elég sajátos módon ért véget, ugyanis ebben az időben a roppant népszerű Dickens folyamatosan előadó körutakon vett részt. Tehát ugye népszerűsítette a már meglevő regényeiket, meg a leendő regényeit. Az első körútján több mint 50 városban több mint 130 előadást tartott. Most ezt adjuk össze, ezt a Grand Tourt. Igen, ez nagyon jellemző volt a korban. Mark Twain életrajzírásában is lehet írni erről, hogy elég sokat foglalkozott ezzel, és keresett is ezekkel az előadó. Keresett is, pontosan, tehát nem ingyen csinálta a Türli, hogy volt direkt bevétele, meg volt indirekt bevétele, viszont ez rendkívüli módon kikezdte az egészségét. Tehát azért képzeljünk el egy olyan dolgot, hogy mondjuk elutazom Amerikába, leszerződöm egy előadás sorozatra, és akkor mondjuk 76 alkalommal
másfél év alatt előadást kell tartanom, és a másfél évet tehát úgy számoljuk, hogy korabeli utazási viszonyok között különféle helyszíneken. Igen. És ez rendkívüli módon kikezdte az ő egészségét. Ennek ellenére nem adta föl, tehát egymás után csinálta ezeket a különféle előadókörutakat. Viszont történt egy olyan dolog 1865-ben, hogy amikor Párizsból hazafelé tartott Londonba, akkor a Staplehurst nézte a vonatot, egy vasúti szerencsétlenség érte. A 8 kocsiból 7 a folyóba zuhant, hát 10 ember meghalt, rengetegen megsebesültek, és Dickens a a barátnőjével abban az egy kocsiban ült, amelyik nem zuhant bele a vízbe. Viszont végignézte ezt az egészet. Részt vett az emberek mentésében, a fennmaradt legendák szerint először a sebesülteket mentette, majd segített a halottakat elhelyezni, és csak utána kezdte el keresni a éppen készülőben levő regénye kéziratát. Ami, ha valóban így volt, ez tényleg egy szép és tiszteletre méltó dolog. Viszont rendkívüli módon megrendítette őt ez. És innentől kezdve az alkotó ereje hanyatlott, képtelen volt már úgy írni, ahogy korábban. Ha jól emlékszem, egyetlen írása jelent meg ezt követően, és 5 évvel később hajszál pontosan a vonat szerencsétlenség évfordulóján halt meg. Ami nyilván a véletlennek köszönhető. Persze, de hát mégis egy furcsa. És azt gondolom, hogy egy íróhoz méltó, ha lehet ilyet mondani. Igen. Tehát ez mégiscsak adott egy ilyen furcsa értelmezést a végére. Ami az ő szerepe, az ő világirodalmi jelentőségét illetén még egy dolgot nagyon kiemelnék. Ugye lassan, de biztosan kopnak ki a 19. század nagy munkái a köztudatból olyan értelemben, hogy egyre kevesebben olvassák. Persze egy ilyen történész félének, mint én, ez némi nemű fájdalmat okoz, nem is kicsit. Ugyanakkor teljesen természetes, 100 évesen olvastak 300 éves munkákat. Dickens népszerűsége viszont töretlen. Amit leginkább abból lehet lemérni, hogy nem is annyiban abban, hogy a fordításai más országokban sikeresek, mert egy modern fordítás rengeteget tud dobni azon, hogy jobban olvasható, népszerű maradjon a regény, de hogy a anyanyelvén is folyamatosan, tehát az angol nyelven is folyamatosan adják ki. Ami azt jelenti, hogy a részben a ő cinizmusa, a részben az ő humánuma, mind a kettő megfogható a regényeibe, azt tudott valami azt mondani, ami így, hát a születése után több mint 200 éve, 210 évvel is meg tudja érinteni a olvasóknak a lelkét. De most ennél többet egy író alig, ha tehet le az asztalra, mi azt szokták mondani, hogy egy életművet az idő megrostál. Lehet valaki a maga korában roppant népszerű, később totálisan elfelejtik és értéktelennek bélyegzik vagy ítélik. Hát ami Dickens életében... Fordítva is működik néha, hogy abszolút nem ismerik el, és jóval a halál után hirtelen. Ilyenkor szokott az lenni, hogy a nagy művész gyakorlatilag ilyen hal, aztán viszont szobrot állítanak, aki annyi pénzből, aminek a töredékéből boldog lehetett volna. Igen. De talán mondjuk úgy, hogy még mindig jobb egy olyan írónak, aki maga korában népszerű és jól megfizetett, és később elfelejtik, ez az emberi oldala, nyilván az írói vagy művész oldala nem ez. Dickens esetében mindkettő megvolt. Anyagi biztonságban élt elő az életét, másfelől pedig azt gondolom, hogy az utókor is tiszteleg előtte. És hát nekem ilyen szempontból tényleg az, ami leginkább idézőbe beárazza őt, ez az a karácsonyi éneknek az a töretlen sikere, ami azt mutatja, hogy nem csak sokadik kiadást éri meg ez a írása, hanem zsinórba születnek a legkülönfélébb filmes feldolgozások, mindig egy picit csavarva a történetem, mindig egy picit újra gondolva, de a lényeg mégiscsak ott van benne. És hát azt gondolom, hogy Charles Dickens ennek igencsak örülne, ha tudná, hát talán tudja is, ki tudja, nem akarok belemenni világnézeti dolgokba, az magánügy, viszont ennél többet író tényleg nem tehet le az asztalra. Így van. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk róla, egy hallgató szintén, Szilvi, sziasztok, Dickens Kétváros regénye az egyik kedvenc könyvem a mai napig, köszönöm, hogy megemlékeztek a szerzőről. És mennyire örülök neki, hogy az elhangzott, mert az egyik kevésbé ismert munkája, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom valóban a figyelmet, köszönjük Szilvinek. Csaba, mi megköszönjük neked, szép napot, szia! Nincs, hogy itt legjobbakat, sziasztok! Katona Csaba történész segítségével elővenni tettük fel Charles Dickens alakját, aki 210 évvel ezelőtt született pontosan. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Okostelefon, okos